Sziasztok! A mai videómban szeretnék ismét egy igen sűrűn elhangzó vegán életmód elleni érvet cáfolni. Egyébként az egyik videóm alatt is megkaptam már ezt a személyes beszélgetések során, illetve az online aktivizmus során is nagyon sokat találkoztam ezzel. Miszerint a vegánok nem tesznek semmit az állatokért, ezért a vegán mozgalom fölösleges, vagy nem csak az lehet állatvédő, aki vegán, és stb. Azért veszem ezt a kettőt egybe, mert eléggé összekapcsolódik, és a videó végére ti is megértitek, hogy miért. Az első és legfontosabb dolog, amit tisztázni kell, hogy a tehén, a csirke és a malac is állat, éppen ezért állatvédő csak az lehet, aki az ő életüket is védi, és nem fizet senkinek azért, hogy az ő torkukat elvágják. Ugyanígy állatjogi aktivista is csak az lehet, aki vegán, hiszen alapvetően a teheneknek, csirkéknek, disznóknak és minden állatnak a legalapvetőbb joga, amit nekünk emberként figyelembe kell venni, hogy az életükhöz és egészségükhöz joguk van, nincs jogunk elvenni, az teljesen felesleges sem. A nem vegán állatvédő vagy nem vegán állatjogi értékeket képviselő embert körülbelül olyan, mint az a férfi, aki feministának vallja magát, és ezért a cégébe vezető beosztásba felvesz egy nőt, mert erre a nők is képesek, és ugyanolyan fizetést kap, mintha férfi lenne, stb. De közben egyébként a szabad idejében nőket erőszakol. Tehát, hogy az ilyen ember, ilyen férfi nem lehet feminista, ugyanígy az az állatjogi aktivista, vagy állatvédő, aki állatot fogyaszt, az nem lehet az. Maximum bizonyos fajokat véd, bizonyos fajok jogait védi, de alapvetően nem az összes állatét. De akkor kanyarodjunk is egy kicsit tovább, és nézzünk meg, hogy akkor egy vegán mit is tesz az állatokért azon túl, hogy a fotelből osztja az észt. Egyrészt naponta többször étkezünk. Valaki vagy fizet az állatok kizsákmányolásáért, vagy nem, és minimum növényi étrenden él, hogyha meg ugye az állatjogokkal is foglalkozik, akkor vegán. Tehát ez a két opció van, köztes opció nincs, tehát egy vegán minimum naponta több alkalommal elutasítja az állatok kizsákmányolását, megkínzását és meggyilkolását, illetve tárgyként kezelését. Úgy gondolom, hogy már ez önmagában is éppen elég nagy dolog, de ezen túl a legtöbb vegán egyébként aktivista is, vagy akkor is, hogyha nem tudatosan, de azzal, hogy így él, hogy az ismerősei kérdéseire válaszolgat, stb. Bizony nagyon nagy munkát fektet abba, hogy minél több emberrel megismertethesse ezt. Ráadásul egy 2-3 évvel ezelőtti statisztika alapján csak Amerikában évente 400 millió állattal kevesebbet vágnak le, csak azért, mert egyre több a vegetáriánus és a vegán, és egyre kevesebb állatérdetetű élelmiszert fogyasztanak. Ha megnézzük ezt a számot, hogy 400 millió állat életét már megmentették ezzel, akkor mindjárt láthatjuk, hogy igenis a fotelből éppen azzal, hogy mit eszel és mit teszel a tányírodra, mit veszel le a boltban a polcon, igenis rengeteget tehetsz az állatokért. Összességében szinte már ezzel meg lehet válaszolni a kérdést, ugye a kereslet kínálat törvénye itt is érvényesül, ha nem fizetek azért, hogy állatok torkát elvágják, állatokat kínozzanak, akkor igenis tettem az állatokért, hiszen annál kevesebb állatnak esik majd baja. Mindezen túl persze vegán is lehet, kutya és cicavédő, nagyon sok vegánt ismerek, aki így él, rengeteg vegánt ismerek, mentett nyuszikkal, mentett csincsillákkal, laborból mentett állatokkal, tehát hogy alapvetően eleve ugye a veganizmus, mint olyan, kizárja az állatok vásárlását, tehát a vegánok, ha állatot vesznek magukhoz, akkor mindenféleképpen örökbe fogadnak, nem vásárolnak. Én vegánként például a fajta tisztasággal se igazán értek egyet. Én alapvetően úgy gondolom, hogy ezzel is diszkriminálunk rengeteg kutyát, cicát, és ettől a hátrányos helyzetbe kerülnek ugye a gazdikeresésnél, és egyébként nekem nem véletlen, hogy keverék kutyám van.
egyetlen egyszer, hogyha az életben lenne lehetőségem egy törpes picát örökbefogadni, őt örökbefogadni, mert imádom őket, de azon kívül tényleg soha az életben nem vennék fajta tiszta kutyát, se szaporítótól, se tenyésztőtől, soha, ugyanis a veganizmus eleve annak a gondolatmenetnek a meghaladása, hogy kutyákat bizonyos célokért specifikusan tenyésztünk azért, hogy jó vadász legyen, hogy jó házőrző legyen, ugyanis hát ugye nem ez az elsőleges célja az állatoknak, nem azért vannak, hogy a mi igényeinket kielégítsék, tehát ilyen szempontból sincs szükség a tenyésztésre, és mindemellett a pénzért vett állattartás sem egyeztethető össze a veganizmussal, tehát alapvetően az állatvédelem szintén benne van valamilyen szinten a vegán mozgalomban. Ráadásul az, hogy valaki vegán, nem zárja ki azt, hogy kutya vagy cicavédő legyen, nekem is például van egy örökbefogadott keverék kutyám, havi szinten rendszeresen támogatom a Zárjuk be a kóba gyárat kezdeményezést, ha éppen úgy állok anyagilag, akkor szoktam a Noét vagy más menhelyeket egy-egy utalással segíteni, tehát alapvetően számomra a kutya-cicavédelem is legalább olyan fontos, pláne, hogy kutyákkal, cicákkal együtt nőttem fel, ezért természetesen a szívemhez közel állnak, és nagyon fontos számomra a védelmük, de nem csak az ő védelmük fontos számomra, hanem minden állat védelme. És talán ez a különbség a kutya-cica fajtavédők és a vegánok között. Persze, ezt így zárójeles megjegyzésként nagyon fontos kijelenteni, hogy a veganizmus nem egy állatvédő mozgalom, hanem egy állatjogi mozgalom, viszont ahhoz, hogy valaki tényleg állatvédő legyen, ahhoz, hogy ezt hitelesen tudja képviselni, mindenféleképpen vegánnak kell lennie. Röviden, igazából így körülbelül ennyi, amit ezzel kapcsolatban mindenféleképpen fontos elmondani. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, további szép napot, sziasztok!